Ukrajnának és a szabad világnak nem szabad megváltoztatni a céljait Oroszország tárgyalásukkal kapcsolatos nyilatkozatainak a hátterében, mivel Moszkva egyszerűen csak lélegzetvételnyi szünetet akar tartani. Az agresszornak azonban el kell veszíteni a háborút jelentette ki szerdán Volodymyr Zelenszky elnök a medelenki Key Albright demokrácia díj átadó ünnepségén mondott videóbeszédében, számolt be az rbc.hu a hírportál. A jelentés szerint Zelenszky hangsúlyozta, nyilvánvaló, hogy a diktátor már veszített, azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy Oroszország továbbra is harcoljon, csak ne ismerje el magának és másoknak, hogy történelmi hibát követett el. Az elnök hangsúlyozta, ha Oroszország sarokba szorítva érzi magát, akkor csak önmagát okolhatja. Ukrajnán és A szabad világnak semmiképpen sem szabad megváltoztatni a céljait és értékeit valamiféle kompromisszumra cserélve, ha a diktátor fél beismerni a hibáját és megkísérli, hogy lélegzetvételnyi szünetet érjen el a harcokban. Teljes mértékben meg kell védenünk a szabadságot és garantálnunk kell a saját biztonságunkat, a demokráciát tette hozzá. Aki provokálatlan és bűnös háborút indított, annak veszítenie kell és viselnie kell a felelősséget. Ukrajnának és a világnak garanciákat kell kapnia a békére, a stabilitásra, és a biztonságra vonatkozóan. Emelte ki Volodymyr Zelenszky, rámutatva, hogy az ukrán győzelmen kívül minden más lehetőség hiba lenne, és ezt őszintén el kell ismerni. A cirkáló és ballisztikus rakéták alkalmazásában az agresszor már rég túllépte a tartalékot, közölte Oleksii Reznyikov ukrán védelmi miniszter. Sok mindent megtettek már anélkül, hogy mérlegelték volna a következményeiket. Felhasználják a cirkáló és ballisztikus rakétatartalékot, sok pozícióban már jóval túllépték az ellenük irányuló támadás esetén szükséges tartalék határait. Ha megnézzük az Iskander rakétákat, kevesebb, mint 13 uk maradt. Bár szabályok szerint legalább 25, sőt 30 ot kell meghagyni. A december 5-i támadás előtt 37 uk volt Karib rakétákból, 20%-ot kilőttek, mondta el. Megjegyezte, hogy az oroszok rakétagyártási képessége ebben az időszakban drámaian visszaesett bizonyos típusú rakéták esetében, egyes rakéták esetében pedig teljesen leállt, mert nem rendelkeznek alkatrészekkel. Az egyetlen dolog, aminek kevésbé örülünk, az az, hogy nagyon nagy S-30-as rakétakészletük van, több ezer. Ezeket nem csak légvédelmi rakétáknak használják, hanem föld-föld módban is indítják őket. Így módon próbálják terrorizálni a határmenti településeket, vagy az ideiglenesen megszállt területekkel határos régiókat, tette hozzá. Az erők ismét több energetikai létesítményre mértek csapást Szerdára virradó éjjel Ukrajna keleti részében. Hozta nyilvánosságra az Ukr Enerho Áramszolgáltató Társaság. A közlemény szerint folytatódik az energiarendszer szakaszos helyreállítása a rakétatámadásuk után, de továbbra is jelentős áramhiány van. Az atomerőművekben az elektromos hálózat károsodása miatt lekapcsolt blokkok feltöltésének folyamata tervezett módon folytatódik, tette hozzá a vállalat. Nehéz helyzet alakult ki az ország keleti részében, ahol az ellenség tegnap este ismételtlen tüzet nyitott egyszerre több energiainfrastruktúrális létesítményre, miközben a hőmérséklet ebben a térségben elérte a mínusz 17 Celsius fokot. A sürgősségi javítási munkálatok folytatódnak. A javító csoportok emellett azon dolgoznak, hogy felszámolják a rakétatámadások következményeit Kijevben és Odessa megyében, és biztosítsák a régió energiaellátását, fejtette ki az Ukr de hogy továbbra is jelentős hiány van az energiarendszerben, és az összes regionális energiacégnek korlátozást írtak elő az áramfogyasztásra vonatkozóan. Sajnos vannak olyan régiók, ahol túllépték a fogyasztási határértékeket, ezért vészlállítást kellett alkalmazni, mutatott rá a vállalat. Hozzátette, hogy ez egy kényszerű lépés az energiarendszer egyensúlyának fenntartása érdekében. Attól függően, hogy miként áll helyre a villamosenergia termelés, a fogyasztó korlátozások mértéke is változik, ígérte az Ukr Enerho. A DTLK energiai vállalat sajtószolgálata szerdán közölte, hogy előző nap egyik létesítményére kétszer is tüzet nyitottak az orosz erők, emiatt le kell választani az elektromos hálózatról. A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hogy hol található ez az energetikai objektum, de azt írta, hogy már nem először érte orosz támadás. Kiemelte, hogy lálása, energia és hőellátási korlátozáshoz vezetett a régióban. A támadás következtében személy sérülés nem történt. Jaroszláv Janusevics, a déli Herszon megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok keddi tűztámadásaiban két helyi lakos vesztette életét a régióban, és egy sebesült meg. Szavai szerint a keddi napon az orosz erők 51-szer nyitottak tüzet a rakéta sorozatvetőkkel, harckocsikkal, aknövetőkkel és más tüzérségi fegyverekkel a megye területére. Az ukrán vezérkar szerdai jelentése szerint kedden mintegy 540 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége elérte a 92.740 főt.